Fotosné Ceglédi Zsuzsannát, Tiszadás polgármesterét a község főzőkonyhájának kialakításáról, valamint a település közfoglalkoztatottságáról kérdeztük. Üdvözlöm Fotosné Ceglédi Zsuzsannát, Tiszadás polgármesterasszonyát. Számos beruházás valósult meg és van folyamatban itt a településen. Jelen pillanatban melyik előtt állunk? Jó napot kívánok, üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. Tiszadás egyik büszkesége előtt állunk most, a szociális konyhán, konyha előtt, amit 2019-ben adhattunk át az itt élő lakosságnak. Régi vágya volt az önkormányzatnak, hogy egy saját konyhát üzemeltessen. Ezt a területi és operatív programnak köszönhetően 100%-os állami támogatásból tudtuk megvalósítani. Ez egy 200 fős adagos főzőkonyha, amely nagy részt ugye kiszállítással történik az idős embereknek az ebéd ellátása, de innen étkeznek az iskolás gyerekek, az óvodás gyerekek, vannak vendégebédesek, tehát egyre többen veszik igénybe a konyha szolgáltatását. Van lehetőség egy 50 fős helybeni étkezésre is, úgyhogy lehet majd későbbiekben igénybe venni családi rendezvényekre, különböző programokat meg lehet itt majd valósítani. Nagyon fontos, hogy a célunk az volt a konyhának a megépítésével, hogy a közfoglalkoztatásban megtermelt javakat a saját konyhánkon dolgozzunk fel, és büszkén mondhatom, hogy tényleg nagyon sok olyan terméket, terményt tudunk a közfoglalkoztatottjainkkal megtermelni, amit a konyhára beszállítunk, ilyen a házi tojás, burgonya, hagyma, ugye nyáron a különböző konyhakerti növények, borsó, zöldbe, paprika, paradicsom, befőzni szoktuk ugye a gyümölcsöket, úgyhogy sok-sok saját termékünket, terményt tudunk itt feldolgozni. És tényleg elmondhatjuk, hogy egyre népszerűbb a konyha a lakosság körében.